Erre szokott hazafele járni. Kiraboljuk és megyünk, ugye? Sajnos meg kell, hogy öljük. Nem erről volt szó, én visszamegyek a táborba. Nyugtassál, melyik jön? Mit akartok? Van nálad valami, ami kell nekünk. Vedd el! Hordjátok el magatokat! Nem akarok bántani senkit! Hallgass rá! Sajnálom, de sosem voltál túl jó vezető. There is a house in charming town. They call hatalmas erőbe járjunk, ám hiánya pusztítóbb, mint éhezünk vak. Eltörött, halálos, mint hegyes tömő, észrevétlen, s csendesen. Összpontosuljon hát emeny a francba. Legméltóbb fiadó, kinek otthon szívében engedett szabadjára. Látom, fegyver nélkül érkeztél, ahogy megbeszéltük. Ez tisztelendő. Mit akarsz? Nincs sok időm. Látom, megnőttél az évek alatt. Régi szép idők. Csak hát ugye, atyáink háborúja miatt el kellett válnunk egymástól. Hoztam neked valamit. Tetszeni fog. Ezt meg honnan szerezted? Atyámot árulással vádolták, amiért megölte a tiédet. Aljas rágalom. Aztán el kellett szöknünk. Megbetegedett. Halálos ágyán megfogadtam, hogy bosszút állok. Azt mondta, keresselek meg titeket, és adjam át. Dévet már megtaláltam, és el is fogadta az ajánlatom. Egy pillanatra nem figyeltem, és egy kardát ki a hátából. Mit tettél a bátyámmal? Én. Semmit. Szeretett vezéred ölte majd. Hazudsz! Ő sosem tenne ilyet. Hazudok. Én örülnék neki a legjobban. Nem hazudok. Ez történt. De gondold át, mire mehetnénk ketten. Te a nyaklánc erejével. És az én tapasztalatommal. Bármire képesek lennénk. 3 napod van eldönteni, hogy kinek az oldalán állsz. Bátyja egy gyilkosáján, vagy egy győztesén. Hogy kerültél oda? Szökésben voltam. Közelben táboroztam és hallottam a csatát. Miért menekültél? Björn meg akart ölni, vagy legalábbis megkínozni. De miért? Mit követtél el? Ez
Egyik este találkozott az egyik vezetővel a klánodból. Egy nyakláncot akart neki odaadni, de ő csak idegesen annyit kérdezett, mit keresne a apám nyaklánca? Ezután megtámadta, de Björn gyorsabb volt. Meglőtte, majd elfutott, de valahogy rájött, hogy láttam. Dave, Björn ölte meg. De akkor Roberttel is végzett? Elég a kérdésekből, sietnünk kell. Hova viszel? Eladlak rabszolgának. Hogyan tovább? Mit mondtam? Elég a kérdésekből. Hozok valamit, ami segíthet. Ezek fegyett el meg. Nincs mit a felmed. Nem bántanak. Talán csak egy kicsit. A barátaid tudnának erről mesélni. Ó, mégsem. Talán elgondolkoztál azon, hogy miért nem öltelek még meg. Tudod, szeretek játszani a prédával, mielőtt végleg megölöm. És tekintve, hogy túlélted, játszadozzunk egy kicsit, de majd csak reggel. Nem szeretek sötétben mászkálni, nem látom az áldozatomnak a szenvedését. Gyere, küldj az ötlet. Most megtekintheted kicsiny táboromat, mely miattad lett ekkora. Ami miatt ideges is lehetnék. De igazából ti maradtatok kevesebben. Sőt, igazából csak te maradtál. Vagyis, ez meg később. De egyelőre ez most nem fontos. Ami lényeg, hogy te itt most vendég vagy. Így hát kielveszhetsz egy-két dolgot. Például... Ezt nem akartam látni. És vannak harcosai. Ez ismerős lehet, ugyanis neked is volt. Csak volt. És a legjobbat majdnem kifelejtettem. Emlékszel a lányra, aki megmentette az életed? Leteld el, kérlek. Tudtam, hogy hiányzik valami a családi idillből. Gyere! Ezt tetszeni fog. Robert?
Kitét szerettelek, de mégis elárultál! Elég a játszadozásból. Komoly harcot akarsz? Gyere, nézd meg ezt! Egy kis hagyományőrző párbaj fogsz most látni. Ismertetném nagyjából a szabályokat. Ami ökölharc, ájulásig vagy feladásig megy, és senki nem avatkozhat bele. Robert? David? Jól figyelj. Úgy látom, megvan a győztesünk. És hát, nem maradhat jutalom nélkül. Egy estére a tiéd! Megölte a bátyám? Arra gondolsz, hogy mindig melletted állt? Muszáj volt neki. Nem mondhatta a szemembe. Ezért lőtted le? Egy hazugság? Az egyetlen hazugság! A barátságunk volt! Az lett volna? Annyi után és annyi csata után szerinted megtette volna? Nem hiába lettél az egyedüli vezetőnk. Dév lett volna, akit bárhová követünk. De Sanyi megölte őt. Björn adta neked? Mit érdekel azt téged? Dévnek esélye sem volt! Sanyi próbált rajta segíteni, de már késő volt. Ezért jött késő vissza. De Björn Nikos meg is segíteni próbált ezt akart, hogy megállni. Nyugalom. Nem akarlak bántani. Nem akarsz bántani? Kis hián megöltél. A múlton nem lehet változtatni. De nem tudom megbocsájtani, amit tettél. Miért ölted meg a bátyám? Mert öltem volna meg. Ugyanúgy az én bátyám is volt. Akkor ez téged illető. Kedvenc kis vendégem. Pihenj, holnap nagy napod lesz. Már tudom is, kivel fogsz párbajozni. Most kipróbálhatod, milyen élesben. Robert? Kérlek, te is fáradj oda. Tegyük kicsit izgalmasabbá.
Nem én öltem meg, Déve! Persze, hogy nem te ölted meg. A kis szerelmedre sem tudtál vigyázni. Nézzetek körül! Hova jutottatok? Váraitok összedőlnek! Sátraitok omladoznak! Éheztek! Szomjaztok! Haldokoltok! Eltűnt az összetartás! Egyetlen emberre bíztátok az életeteket, azt is félelemből tettétek! Kérdem én! Mi maradt szánalmas életetekből? Hát elárulom nektek! Semmi. A hatalom, amelyet a nyaklánc őrzött, az nem más, mint a bizalom. Egy árulással kezdődött. De tudjátok, mennyi volt előtte? Elvettem hát itt tőletek azt a kevés bizalmat is, ami még megmaradt. Így láthatjátok, milyen az életet nélkül. Itt az ideje, hogy változzatok, fejlődjetek, építsétek újjá váraitokat, népesítsétek be a városokat, szaporodjatok, sokasodjatok. Bízzatok egymásban, szeretteitekben, barátaitokban, bízzatok egymásban. De ne felejtjétek, a túl sok bizalom kiszolgáltatottá tesz, és akkor vége mindennek.